Ali papi, mami, gyerekek. Kávécska. Na hát az van, hogy ma reggel úgy ébredtem, illetve tegnap, hogy állandóan nyom ez az idő. Nagyon jó idő van, ugye sokkal többet alszik ilyenkor az ember, vagy nem tudom ti, hogy vagytok vele, én egyfolytában be vagyok punnyadva, sokkal többet zabálok, mint az állat, nem csak semmit, nem végzem a munkámat, szarok mindenre. Egyszerűen kurvára idegesítő vagyok saját magam számára. És gondolkodtam, hogy hogy kéne felpörgetnem, nem takarítok össze magam körül, nem, tehát hogy egyszerűen ilyenkor semmi nem érdekel valahogy, nem tudom, és arra gondoltam rögtön ilyenkor, hogy a kígyónak ugye a méregfogát kell kihúzni, és most bármennyire hülyén is hangzik, de a gyökere az egésznek az, hogy felszedtem pár kilót közbe, és lehet, hogy hülyén hangzik, hogy erre vezetem vissza a dolgokat, de ugye ettől egy kicsit rosszabbul is érzem magam, folyamatosan zabálok, egy telítettségérzés van bennem. Én mikor bezabál az ember, ugye akkor semmihez nincsen kedve nyilván, de most nem tudom, már hetek óta ezt csinálom, hogy szanaszét zabálom magam. Tényleg nem érdekel semmi, úgyhogy mától egy ilyen 5 napos kúrát gyorsan végignyomok, ahol hát most nem ilyen szénhidrát vagy valami különleges kúra lesz, hanem egyszerűen csak diétázni fogok nagyon keményen. Ettől sokkal fittebbnek érzem majd magam. Visszajön az idézőjeles önbizalmam, amitől most úgy lepunyadt az egész szervezetem. És egy kicsit azt várom tőle, hogy felpörgök. Úgyhogy ha nincs az embernek az a nagyon telítettség érzése, természetesen arra figyelni fogok, hogy ne legyek ilyes, és akkor vissza a ló túloldalára esek, hogy akkor meg azért vagyok idegbeteg, hanem pont, hogy valami könnyű dolgokat fogok enni folyamatosan, mert nem tudom, ez a nyár és a zabálás, ez egyszerűen elengedhetetlen kelléke. Tehát a nyárnak elengedhetetlen kelléke, ugye a folyamatos zabálása, a lángos tejföllel, sajttal, békönnel, hagymás, májas ragúval a tetején. És hát... az meg a caffot itt reklámozom. Aranyos kölykök egyébként, én csípem őket. És... na mindegy, szóval... igazából ez a lényege. Meg azért nem tudom, ti hogy vagytok vele, szóval mennyit szoktatok így feldobni magatokra így nyáron, mert ez egyszerűen annyira undorító, hogy nyáron 5-ször durvábban mászik fel az emberre a kiló, ugye pont ezért, mert jó meleg van, meg kidög lesz valahol, és egyfolytában csak zabász, tényleg semmi más nem érdekel az ember, vagy nem érdekli az ember. És hát én is így vagyok vele, úgyhogy gyorsan most összekapom magam, meg ráadásul már az edzésnél is úgy érti az ember, hogy szarabbul megy nyilván, amikor így tele vagy, meg már előtte is zabálok, utána is zabálok. Na mindegy, úgyhogy ennek most vége. Visszatérek a régi kerékvágásba, és akkor megpróbálok többet vlogolni is, figyelni egy kicsit a videózásra is, a munkámra is, meg tényleg hát mindenre, mert úgy látom, hogy tudom, mennyi lesz a placebo hatása is, de én úgy ebbe látom így a reményemet most egy picit, hogy fölpörögjek. Meg hát egész nap azután megyek, hogy hol tudok benyúlni a hűtőbe és valamit zabálni, meg ha tekerek is megállok, és akkor teljesen mindegy, valamit ennem kell folyamatosan, és most egy picit ezt így abba hagyom, mert ilyen igazi bepunyat szarul kezdem érezni magam, és nekem ez meg halálom, úgyhogy most ez lesz, meg a OVS-ről készítek egy videót majd, ahogy ott voltunk, illetve egy beszámolót, amit valószínűleg nagyon sokan nem fognak szeretni, illetve kimondottan utálni fognak majd nagyon sokan, de úgy gondoltam, hogy eljött az idő, hogy én nagyon őszintén beszéljek erről az egészről, arról, hogy mit művelnek a videósok, arról, hogy ez az egész mögött mi van,
Én ezt szerintem meg fogom csinálni ezt a videót, és nagyon leszarom, hogy ki fog ezért betalálni, vagy ki mit fog gondolni az egészről, mert rengeteg negatív élménnyel tértem haza, illetve ami az egyetlen értelme volt talán az egésznek az, hogy azok, akik néznek, vagy akikkel tudtunk találkozni, az egyetlen szépsége a dolognak, de minden, ami mögötte van, az iszonyatosan szánalmas, és most már úgy érzem, hogy egyszerről beszélnem kell, úgyhogy megpróbálom úgy összeszedni a gondolataim, hogy ne sértsek cégeket, illetve ne tudjanak betalálni, hogy ne törölhessék a videót, úgyhogy én ezt a videót megcsinálom, nem érdekel, hogy mit fognak szólni. Na, de hát a lényeg az, hogy akkor pörögjünk be. Bemegyek, és akkor úgy kezdem, hogy akkor el kéne mosogatni. Na jó van, papi, mami.